Szili Katalin a vendégem, jó estét kívánok! Jó estét kívánok önnek és a kedves televízió nézőknek! Annyi szó esik az elmúlt napokban, és annyiszor beszélek én is itt az adásban, hogy a kispártok most, hogy más a törvényi feltétel, milyen gyorsan szedték össze az ajánlásokat, más voltak, nem más voltak, a pénzért indultak, az ön által vezetett párt a pénzért indult? Hogy indultunk volna a pénzért? Azt hiszem az elmúlt mert négy évben... Hát az lehet, hogy nagy pénz. Szerintem éppen arról beszélt az elődöm itt, aki itt ült a helyemen az előző interjúban, hogy tulajdonképpen milyen kevés az a pénz, ami a kampányra jut meg, amennyit el lehet költeni egy kampányra. Nyilvánvaló nekünk nem kell erre abban az értelemben külön sokat költeni, hogy bemutassuk saját magunkat, hiszen az elmúlt évben volt többször alkalmam, vagy években arra, hogy szóljak arról, hogy van programunk. Jó néhányat ebből meg is zenésítettünk a parlament előtt, de szerkesztő azt, hogy mielőtt még ebben folytatnám a választ, két kitételt szeretnék tenni a Felkonfal kapcsolatban, hiszen, ha jól emlékszem, itt azt jelezték, hogy 47 jelöltünk van, ez egy tévedés. Na, mennyi van? 57 van egyébként, mondjuk egy tízessel megrövidítették, három esetben még ezen kívül zajlik az eljárás, hiszen kértük azt, hogy vizsgálják felül, hiszen volt olyan jelöltünk, és ez jelzi számomra egyébként az egész választási eljárási törvény, meg a választási törvény visszásságait is, hogy 200-300 szavazatokat visszadobnak. Holott aztán mi valóban az utolsó pillanatokban, az utolsó napon adtuk le, hiszen minden jelöltünk mindvégig gyűjtötte. Másik pedig, hogy a Felkomba volt, hogy 15%-ot tartanak. Egyébként ezt nevön mondta, hogy 15%? Én mondtam, de azt tudja, hogy hangzott a kérdés. Az úgy hangzott, hogy mit tartanék sikernek. Hát nyilván sikernek azt tartanám, ami a 15%-ot jelenti. Mi sem mondtunk más sikernek tartani, 15%-ot. Önmagában nyilván az egy más kérdés, hogy a realitásokkal ilyen helyzetben az ember hogyan számol, de szerintem... A 47-57, akkor nyilván mi egy korábbi adatot néztünk, vagy más... Ez a végső adat. Világos, a végső adat. Még egyszer és három helyet. De így meg még gyanúsabb a dolog, abból a szempontból, amivel felvezettem a beszélgetésünket, hogy napok óta másról se szólnak a különböző tudósítások, mint hogy kispárt egyszer csak feltűnt. Nyilván önt nem kell bemutatni a választópolgároknak, de nem tudom, hogy Szili Katalin neve önmagában elég volt-e ahhoz, hogy azonnal összegyűjjön az 57 jelöltnek az ajánlása. Az a helyzet, hogy azok, akik mögöttem állnak, és erről is már volt alkalmam itt önnel beszélni, hiszen Centrum pártól elkezd, amelyik szintén nem tegnap került bejegyzésre. Hát a Szociális Centrum Unió, pártból is szinte Szociális egy embert Unió ismertünk. Nem tegnap került bejegyzésre. Ugyanígy említhetnék olyan mozgalmakat, egyesületeket, amik szintén léteztek. De akár a bankcsapdát, a hiteleseket tekintem. Én azt gondolom, hogy őket megkérdőjelezni egyáltalán a létezésüket, az eddigi munkájukat, az egyszerűen a lenézésük lenne. Hanem szó egyszerűen... nincs lenézésről, és nem a munkájukat kérdőjelezi meg senki. Csak amikor 150 millió, vagy akár 600 millió forint állami juttatásról, kampánypénzről van szó, és amikor, és itt most nem az ön által képviselt pártról beszélek, hanem olyan pártokról, amelyekről még múlt héten se hallottunk az életünkben soha, de egyébként mondjuk tegnap előtt alapították, vagy tavaly alapították, az emberbe teljesen jogosan felmerül a gyanú, hogy ezek a pártok honnan jöttek, és csak nem az állami pénzért. És azért mondtam, hogy az ön esetében nyilván nem arról van szó, hogy Szili Katalin ebben az országban remélni. Nem ismeri senki, nem erről van szó, de mégiscsak egy kis pártról van szó az ön esetében is, amely pártot igen több-több párt, vagy ezt az összefogást most több párt alkotja, de nem tudom, hogy az emberek mennyire kapják fel arra a fejüket, Centrumpárt. De hát a Centrumpárt szerintem elég jól ismert volt olyan, amikor 4,8%-ot is elértek, van egy hálózatuk, de én nem gondolom, hogy ezzel van. Itt esetleg azzal lehet a hiba, hogy milyen az elszámolás. Egyébként ászvizsgálatnak és egészen szoros elszámolásnak kell minden pártnak készen állnia, ez nyilvánvaló azt is jelenti, hogy számlákkal mindennel igazolnia kell az, hogy mire használta ezt a pénzt fel. Én hoztam önnek egyébként a programunkból azért egy példányt, hogy azért az jól látható legyen. Nem azért, hogy önmagam igazolja, vagy minket igazolja, hanem mi valóban egy valódi programmal indultunk el. Egy olyan programmal, ami egyébként nem hasonlítható sem a Fidesz, sem a balliberális ellenzék programjához. Ezt a honlapon is megtaláltam, de ennél részletesebb programjuk van, is van? Részletesebb programunk. Ha részleteset adunk, akkor azt mondják, hogy azt úgyse olvassa el senki 200 oldalt kiolvassa. Ezt osztani az embereknek, ez az ideális méret. És azért, hogy legalább lássák azt, hogy mi az a
néhány lényeges eleme, ami hangsúlyozom még egyszer, különbözik azoktól, ami ma a két önmagát legfontosabb pólusnak láttató póluson látszik, és azért ebben van néhány olyan elem, ami egyrésztről azt is célozza, hogy ezt a gyűlölet struktúrát próbáljuk már meghaladni. Tehát az, ami gyűlölet ma az országban létezik, én most jöttem vidékről vissza, hiszen ma éppen Kalocsán és Baján voltam. Hát egy ilyen séta alkalmával egy úrral leálltam beszélgetni, aki hát mondta, hogy alapvetően egy baloldali beállítottságú, nem ezt áll tőlünk egy úr, aki aztán elkezdte ott, hogy micsoda dolog, mert ő meg jobbikos. Most ha ilyen emberek önre mennek, én azt gondolom, ez egy nagy probléma egy országban. Tehát nem azt láthatják, itt van 4 millió szegény ember, hogy hát akkor velük mi lesz? És azért, ha a történelmünkbe végignézünk, a két világháború között volt 3 millió, aztán még a Kádár érában is volt a gyárkapukon belüli munkanélküliség 1,2 millió. Most elértük azt a rendszerváltozás után 25 évvel, hogy 4 millió szegény ember. Ki fog értük bármit tenni? És mit tapasztal? Tehát az, hogy az országos sajtót mi uralja, és az országos híreket mi uralja, az a napnál elvilágosabb. Az, amit a nagypártok generálnak. Hát ez az. A fekcseg a felszín, úgy látszik hallgat a mély, és én ettől a hallgatástól nagyon félek, mert én úgy gondolom, hogy, és higgyel nekem szerkesztő azt, hogy kellenek olyan pártok, amelyik nem a szélsőségben gondolkodnak, nem rendpártiak, nem ezt a szociális elégedetlenséget lovagolják meg. És meg kell, hogy mondjam önnek, hogy én féltem attól az országunkat, hogy egyszer csak arra fog fölocsúdni, hogyha nem fog tudni egy higgadt párbeszédképes módon, nem gyűlölködve arról beszélni, ami azt az embert érdekli, aki éppen hozzám fordult, mert az édesanyjával él, és nehéz körülmények között az anyját ápolja egy velem korú fiatalember, akinek 3 diplomája van. Milyen nyugdíja lesz ő neki? Ezért mondjuk mi például azt, hogy meg kell teremtenünk például a garantált alapnyugdíjat, mert azoknak az embereknek, akik ma vagy akár az elmúlt évtizedben kényszervállalkozók voltak, hát közmunkások. Pár év múlva az biztos, mit hogy ez egy újabb. Össze fog omlani? De ha erről már most nem kezdünk el, és csak ez a gyűlölet megy, hogy valaki valamit állít a másik ellen. De hogyha ezekről a nagy társadalmi problémákról beszélünk, akkor megint visszakanyarodhatunk oda, amely verbális csatát már párszor itt megvívtuk az egyenes beszédben, nem gondolja azt, akár így utólag is, hogy mégiscsak a teljes körű összefogásnak lett volna, amiben ön is, és az ön által képviselt párt, vagy pártok is bekerültek volna, reálisabb esélye arra, hogy ezt a jelen helyzetet, amit felvázolt, és ezeket a problémákat megváltoztassa. Az a helyzet szerkesztő azt mondja, hogy mi mindenben egyetérthetünk, egy dologban soha nem fogunk tudni egyetérteni. Hogy véleményem szerint pontosan azok álltak össze, akik egyébként 2010-ben a kétharmad okozói voltak. Miért gondolja ma azt, hogy a választók... Hát ezen túl lehetne akkor lépni, ha nem ugyanazok fémjeleznék. És sok olyan emberrel is találkoztam, aki azt mondta, hogy ő baloldali, de ezt így ő köszöni szépen még egyszer nem akarja. A felelőtlenség pontosan az. Hát ennek a politikának hogy ugyanazokan... részese volt hosszú éveken keresztül. Természetesen én 2009-ben már megtettem a magam lépéseit, 2004 óta ugye nem voltam a pártnak, de én ebben nem akarom mosakodni, mert én a múltamat nem akarom eltörölni. De én megtettem néhány lépést, és én úgy gondolom, hogy van néhány olyan kérdés, amiben én stratégiai, politikai különbözőségben éltem akkor is. Hát emlékezem vissza, hányszor tekintettek engem azért kibeszélőnek, mert 2004-ben december 5-én más volt a véleményem, mint a párt mainstreamjének. Mi történt? Tavaly elmentek bocsánatot kérni. Szóval én azt gondolom, hogy ebben előbb kellene gondolkodni, és utána ezekben cselekedni. Vagy említhetném önnek 2007 tavaszát, amikor a Muszáj baloldalinak lennünk című írásomat írtam, mekkora vihart kavart. Holott, azt kell, hogy mondjam önnek, néhány kérdésben Orbán Viktor azt tette, amit én magam is ott leírtam, akár a multikar történő megegyezés, én nem azt csinálnám, amit ő egyébként, mert egy új megegyezésre lenne szükség, és az még a válság előtt volt. Vagy említhetném ugyanígy azokat a kérdéseket, ami a privatizációs szerződések teljesítésének a... Felülvizsgálat, az ebben is szerepel. Az is szerepel. Hát, na majd meglátjuk, mi lesz 2018-ban. Köszönöm szépen. Így van. De még remélem azért 14-ben is. Köszönöm az önnek, biztos. És viszontlátásra minden jót kívánok. Köszönöm a lehetőséget.